Molnár Zétény, a Györfi István Katolikus Általános Iskola ötödikese labdarúgásban és tanulásban is jeleskedik. Zétény négy évesen kezdett birkózni Szűcs András edző irányításával. Négy-öt évesen elkezdtem birkózni Szűcs András edző irányításával. Az első birkózó területi versenyben Törökszön Miklóson nyertem meg, utána a Diák Olimpián negyedik helyezett lettem. Ennek ellenére úgy érezte, a foci az ő sportja. Lassan 7 éve focizik, középpályás pozícióban. Ezt követően a foci, vagy a futball lett a kedvenc sportágam. Már lassan 7 éve űzöm, és nagyon szeretem. Sok kitartás, jó reflexek, és ne legyél önző a pályán, foglalta össze a sikeres focista jellemzőit Zétény, akinek első török Szent Miklósi bajnoki meccse a legemlékezetesebb, két gólt is szerzett csapatának. Nagyon sok uh, kitartás kell, uh, hogy jók legyenek a reflexeid, hogy tudj uh, kérni mindig a labdát, adogatni, és lényegében ennyi. Melyik meccsed az emlékezetes a legelső? Emlékszel-e, vagy, vagy volt olyan, ahol több gólt rúgtál? Mesélj egy picit erről. Az első meccsemen Miklós Miklósra játszottunk, ö, az első bajnoki volt, és én rúgtam mind és két gólt rúgtam. A sportnak köszönhetően kitartó lett, megtanult csapatban játszani. Az U12 és U14 csapatokban játszik, mindkettő jó csapat. Ö, nagyon sok ö, önbizalmat, és ö, hogy kitartónak kell lenni, és nem szabad sose feladni. Kudarcok azért a birkózásnál jobban voltak, nem? Én emlékszem, azért voltak ott, amikor kezdted, voltak ott azért néha kis könnyek is. Ö, négy évesen volt az első vereségem, a harmadik, harmadik meccsem, hát kikaptam. De de a csapatjátékban egy picit jobb közösségi ember lettél, hogy érzed? Ö, sokkal jobb lettem, mert így megtanultam, hogy milyen csapatban játszani. És jó csapatban játszani? Igen. Jó a csapat, meg korosztályban játszol most. Én kettőbe is játszok, az u 12 és az U14-be is. A sporttal nagyon nehéz összehozni a tanulást, mert a zeneiskolában gitára és szolfésre is jár. Így megtanulta, ahhoz, hogy napi két-három óra tanulás elég legyen, a jeles eredményhez oda kell figyelni órán. Összebírom hozni a tanulást a sporttal, de nagyon nehéz, mert ö, amellett, hogy tanulok, még jó, is tanul, jó tanuló is vagyok, és ö, még járok zeneiskolába is, azon belül gitára és szolfésre is. Hát akkor ez tényleg nagyon sok elfoglaltság. Ez mit jelent napi? Hány óra tanulás? Olyan kettő-három. És milyen tanuló vagy, hogy odafigyelsz órán, és akkor csak egy picit kell hozzáolvasni, vagy kicsit kalandozol, és akkor sokat kell mellé tanulni? Hát oda, muszáj odafigyelni, mert akkor is sokkal könnyebb megtanulni. Milyen volt a fél évid? Jó. Kicsit bőven Kitűnő lettem, hét tantárgyból kaptam dicséretet. Kedvence a matek, a tesi és a töri, és már várja, hogy az első és második világháborúról tanuljanak. A matek, meg a tesi, meg a töri. A töriből most mit tanultak? Öm, go, a róma és a gótikusokat. És várod már, hogy egy picit közelebbi korosztály, korhoz jussatok el, tehát mondjuk 7 8 amikor már azért kicsit közelebbi korban tanultak? Lényegében én a második világháborút, meg az első világháborút várom a legjobban. Mert arról már esetleg beszélgettetek otthon, vagy olvastál, vagy láttál filmeket? Apával szoktunk ilyen filmeket nézni. is azt mondtad az egyértelmű, a matek? Um, abból um, versenyre is indulok, ami pénteken lesz a köri nevezetű matek verseny. Matekból is több verseny vár még rá, igyekszik azokon is jól szerepelni. A sport jelenti számára a kikapcsolódást.